vagy. Köszönöm szépen, jól. Szeretném a kedves nézőinek bemutatni Timit, aki itt a For Life-nak az egyik képviselője, és egyébként szülésznő, és segítségemre lesz a következő 9 hónapban. Sziasztok! Próbálom majd mindenről tájékoztatni benneteket. Elérkeztem a 10. héthez, és ugye ilyenkor különböző vizsgálatokon kell részt venni a kismamáknak. Én őszinte leszek, nagyon-nagyon sok információt nem tudok erről, és annyira örülök, hogy Timi itt van, és hogy segít ebben. Mit ajánlatok, illetve mi ennek a menete, milyen folyamatokon kell ilyenkor végigmenni, és milyen vizsgálatokon? Ugye mindenképpen szükséges így az első trimesterben egy általános vérvétel, egy általános első kismama vérvétel, amiben ugye megállapítjuk, hogy a szervezetedben minden rendben van, a pajzsmirigyed jól működik-e, van-e esetlegesen bármilyen fertőző betegséget, gondolok itt a szifiliszre, a hepatitis B-re, ezt szoktuk első körbe így megnézni, ez az első kismama vérvételhez ez tartozik. Jó, akkor levettük az első kismama vérvételt is, ami kötelező. Itt nálunk a forrásban ennek az ára 25.500 forint. Igazából az az előnye, ugye ugyanazt veszük, amit az állami egészségügyben, meg amit a törvény előír, de itt azért időpontra jönnek a kismamák, nem kell várakozni, viszonylag gyorsan megvannak az eredmények szinte másnapra, és ebben a vírus helyzetben meg azért igen. Jó. És utána pedig a 12. hétnél szokott lenni egy genetikai ultrahangvizsgálat, amihez ajánlunk különböző prenatális teszteket, vagy esetlegesen kombinált szűréseket. Vannak különböző magzati szűrőtesztek, mindenki a saját pénztárcájához igazodóan tud választani. Mi első körben ezt a NIF-TV-ű tesztet szoktuk ajánlani. Ez igaz, hogy egy magasabb árfekvésű teszt, de szinte 99,7%-ra megmondja, hogy a baba rendben van-e. Első körben ugye a Dawn-Edwards-Pataus szindróma, ami nagyon fontos így az első trimesterben, amit kiszűrjük, hogy nincsen semmi gond a bébiben, de ezek a NIFTI tesztek, ezek különböző kromoszomarendellenességeket, mikrodelíció elvált az elsőkat nézek, amit most így nem is kell tudnod ezeket, csak hogy azért lenne fontos mondjuk egy komolyabb tesztet csinálni, hogy akkor meg lehessen nyugodni, hogy rendben van az a kisbaba. Nekem barátom egyébként pont a NIFTI tesztet ajánlotta, azt mondta, hogy az a legjobb, és nagyon örülök egyébként, hogy más is így van, illetve ezt gondolja erről. És akkor ez a NIFTI teszt, ez miből áll? Itt vérvétel, vagy az, hogy kezdve? Igen, ez a vérvétel, ez az anyai vértől nézzük meg, mert az anyai vérben ilyenkor benne vannak a babának a DNS-e, és akkor ebből ki lehet mutatni. Már a nemét is, mert hogy akár kisfiú, vagy kislány. Kislány, igen, mert hát igazából a legfontosabb, hogy ő egészséges. Hogy egészséges, ez a legfontosabb igazából. Úgyhogy szerintem mindenki számára az a legmegnyugtatóbb, hogyha egy ilyen tesztre ugye eljön, ezt elvégzi, ennek mennyi idő az, míg a megjön ennek az eredménye? A NIFTI-nek az a nagyon nagy előnye a többi prenatális szűrőtesztekhez, hogy nagyon-nagyon gyorsan megvan az eredménye, akár egy héten belül is. Tehát ez a 10. héttől a 12. hétig hát ezt igen, a 10. héttől szoktuk ajánlani. Azt kell róla tudni, hogy ez mellé mindenképpen kell a genetikai ultrahang, mert ugye ott a babának megnézik a nyakilető vastagságát, ami elég sok mindenre utalhat, de hogyha ez a NIFTI teszt rendben van, akkor az ultrahang is nagyon nagy valószínűséggel rendben. Jó, akkor kezdjük az első lépéssel. Jó. Levettük a NIFTI tesztet, ez rendben van, és két hét múlva a genetikai ultrahangvizsgálat, akkor lesz a 12 hetes. Jó, rendben van, akkor két hét múlva találkozunk. Köszönöm szépen!